Sziasztok! Üdvözöllek benneteket az óceán átevező percek mai részében, és köszöntelek benneteket az evezős hajónk fedélzetén. Ahogy látjátok, jelen pillanatban azon a helyen ülök, ahol az időnk legnagyobb részét fogjuk tölteni a New Yorkból Párizsba 60-80 nap alatt során. Ez pedig nem más, mint a guruló villás evező állomásunk. Látjátok, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különleges formája, egy ilyen bumeráng formája van. Ennek a végén találhatók a tulipánok, aminek majd a funkcióját egy külön videóban be fogom mutatni a részletekre. És ez abban tér el a gurulóvillás evező állomás a normál tradicionális evezéstől, hogy ott maga az ülés, amin az ember ül, az mozog evezés közben, míg itt gyakorlatilag az egész felépítmény, ez az egész bumeráng forma a lábtartóval, magával az evezővilággal együtt mozog, és mi közben a lábunkkal is rá tudunk segíteni. Ennek a lényege az az, hogy a tradicionális evezési formával ellentétben 35-40%-kal hatékonyabban tudunk evezni, mindezt úgy, hogy a vállunk és a hátunk sokkal jobban meg van kímélve, ami kritikusan fontos, hiszen 60-80 nap tekintetében ez nagyban csökkenti a sérülés veszélyét. Remélem, hogy ma is sikerült valami érdekességgel szolgálni, és kérlek, hogy lájkoljátok az oldalunkat, osszátok is meg, és amennyiben van egy kis apró a zsebetekbe, látogassatok el Indiegogo kampány oldalunkra, mert minden támogatásért hálásak vagyunk. Nagyon köszönöm, sziasztok a következő videóban!